Szeretettel köszöntök tehát mindenkit az első Transit Garázs vitán, azokat is, akik személyesen megjelentek, és azokat is, akik online követik nyomon a vitát a Transit Facebook oldalán. Az első beszélgetés címe brüsszeli viták Magyarországról. Itt ül már mellettem a két meghívott vendég, a vitapartnerek, Varga Judit igazságügyi miniszter. És Donát Anna, Momentum EP képviselője. A hölgyekkel a beszélgetést megelőzően abban állapodtunk meg, hogy tegeződni fogunk. Természetesen félhivatalos, hivatalos keretek között vagyunk itt, de hát mégis a tranzit egyfajta kötetlenséget is jelent, úgyhogy így talán oldottabb lesz a vita és a beszélgetés is. A jogállamiság kérdéséről zajlik ma a vita, gondolom senkit nem lepett meg, hisz egy kicsit az élet és az aktualitások is alánk dolgoztak, hiszen ugye különösen aktuális a téma azután, hogy egy kisebb diplomáciai háború robbant ki, méghozzá Vera Jourová, az Európai Bizottság alelnökének kijelentése kapcsán. Ugye Orbán Viktor miniszterelnök levélben fordult Ursula von der Leyen Európai Bizottsági elnökhöz, méghozzá azért, mert arról tájékoztatta az elnök asszonyt, hogy Magyarországot és a magyar embereket sértő kijelentései miatt felfüggeszti a kétoldalú politikai kapcsolatokat Vera Jourovával a magyar kormány. Innen indulunk tehát már is, a vita időtartama 50 perc lesz, és a vita közben a Facebook oldalra, a Transit Facebook oldalára küldhetnek nekünk nézői kérdéseket. Az 50 perc leteltével ebből néhányat föl is fogok majd tenni a vendégeinknek. Tehát Vera Jourová az Európai Bizottság értékekért és átláthatóságért felelős biztosa és egyben alelnöke beteg demokráciának nevezte ugye a magyar rendszert ön, és ahogy a magyar miniszterelnök lemondásra szólították föl az alelnök asszonyt. Továbbra is ragaszkodik a magyar kormány ahhoz, hogy megszüntesse a munkakapcsolatot Vera Jourovával, mert hogy Ursula von der Leyen kijelentette, hogy továbbra is töretlen a bizalma benne. Véleményem szerint jó estét kívánok, és köszönöm szépen a meghívást. Egy Európai Bizottság alelnöke, aki a szerződések őré, és ennek a letéteményese így nem beszélhet ilyen hangnemben egy tagállamról és annak állampolgárairól. Tehát ez olyan vörös vonal átlépése, amely egy nagyon határozott választ követelt, hogy kitartunk emellett, hiszen az vitathatatlan, hogy ilyet a szerződések őre nem mondhat egy ennyire európai rosszul, tagállamra. Bocsánat, ennyire rosszul tűri a magyar kormány a kritikát? Szerintem a magyar kormány egész jól tűri a kritikát, hiszen jó néhány éve már a brüsszeli támadások keresztüzében vagyunk. Én jó magam Brüsszelben ezt testközelből is érzékeltem akkor, amikor odaként dolgoztam. De úgy gondolom, hogy amellett, hogy politikusok nap mint nap mondanak sértegető kijelentéseket, nyilatkozatokat, ez megszokott Európában, bár ez sem kellene, az vitathatatlan, hogy az Európai Bizottság, amelynek még a 444 is ma úgy írta, hogy színvaknak kell lennie, nem tehet ilyen értékíteletet, ilyen elfogult, ilyen abszolút sértő kijelentést, és amit még felettébb sértőnek tartok az, hogy azt mondta a magyar emberekről, hogy nincsenek abban a helyzetben, hogy önálló véleményt formáljanak, ez mélységesen sérti a magyar emberek becsületét, tehát ezt mindenképpen vissza kell verni. Képviselő asszony, úgy tudom, hogy a Momentum EP frakcióján belül te vagy az, aki a jogállamisági ügyeket viszed. Feltételezem, hogy jó a munkakapcsolatod, vagy jó volt a munkakapcsolatod Vera Jourovával. Ezt meg tudod erősíteni? Igen, szeretettel üdvözlök én is mindenkit, és nagyon köszönöm a meghívást, és köszönöm, hogy itt lehetünk, és végre beszélhetünk, remélhetőleg vitázhatunk is ezekről a kérdésekről, mert Magyarországon viszonylag kevés lehetőség van arra, hogy érveket ütköztessünk. Vera Jourová biztossal épp úgy, mint az összes többi biztossal is, jó munkakapcsolatot ápolunk. Ez abból is adódik, hogy én annak a szakbizottságnak vagyok a tagja, a LIBE szakbizottságnak, amihez a jogállamisági kérdések is csatlakoznak. És hát nyilvánvalóan, miután a Vera Jourovát jelölő párt tagja, a pártcsaládnak, amiben benne ülök, nyilvánvalóan aktív politikai munka és kommunikáció folyik. Jelen pillanatban is például egy másik biztos beszámolót tart a frakciólésünkön. Ezen semmi meglepő nincsen. Brüsszelben ez így néz ki. A brüsszeli politikában a biztosok nem elérhetetlenek, és nem könyörögni kell, hogy vitázhassunk vagy beszélgethessünk. Úgyhogy vele is nagyon jó kapcsolatot ápolok, épp úgy, mint minden olyan biztossal, akivel a munkám kapcsán együtt kell tudnunk dolgozni, hiszen erről szól az európai politizálás. De azért ezt szeretném leszögezni, hogy nagyon-nagyon nem tartom szerencsésnek, hogyha nem szó szerint idézünk. Ugyanis Vera Jourová ma nem ezt mondta,
hanem azt mondta, hogy nem illiberális demokrácia van, hanem ill-demokraci, tehát a demokrácia állapota beteg, beteges ma Magyarországon, és azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban egyikünknek sem lehet kifogásra, ugyanis ez nem egy meglepő kijelentést, főleg úgy nem, hogy holnap fogják prezentálni a jogállamisági jelentést Magyarországról is, épp úgy, mint a másik 26 tagállammal kapcsolatban. Mi a különbség a sajtóban megjelent idézet és a között, amit most... Én sem látok különbséget. Nem Magyarországot nevezte betegnek, a demokrácia állapotát mondta azt, hogy nem illiberálisnak csúfolni, illiberálisnak csúfolja a kormány, miközben itt nem illiberális dolgokról kell beszélni, hanem arról, hogy a demokrácia állapota milyen. A demokrácia állapotát pedig például a jogállamiság helyzete tudja nagyon szépen bemutatni, és a jogállamiság minden nemzet immunrendszere. Ha a jogállamiságot éppen eltiporják, ha a jogállamiság szétesőben van, akkor az a demokrácia állapot nem egészséges, azaz beteges nyomokat tartalmaz, és arra hívta fel a figyelmet abban a mondatában, hogy ha így megy tovább, ha ugyanez az autokrácia épül ki Magyarországon, abba a magyar demokrácia nem csak hogy beteg lesz, hanem bele fog omlani. Miniszter asszony, itt most egy meglehetősen átfogó értékelést kaptunk a jogállamiság definíciójáról a képviselő asszonytól. Egyetért vele, egyáltalán mi ez a jogállamiság, tudjuk? Nem csodálkozom azon, hogy jó a munkakapcsolat Vera Jourovával, hiszen minden egyes találkozásomkor láttam, hogy nagyon jól informált a magyar álhírekből, tehát ez a munkakapcsolat ez érződik a biztos asszony tevékenységén is. Azt is egyébként rendkívüli módon etikátlannak tartottam, hogy még a jogállamisági jelentés publikálása előtt a Jourova már elkezdett szivárogtatni erről információkat, és egy ilyen nagyon kemény nyilatkozatot tett, szinte már előre besározva a Magyarországról szóló jelentés. Szerintem ez is teljes mértékben elfogadhatatlan. Ha szakmai alapon vagyunk képesek egyébként jogállamiságról beszélni, szerintem azt a képviselőasszony sem vitatja, hogy jogállamiságnak nincsen egy egyértelmű, definiálható fogalma. Ugye tudom, hogy sokat szoktak engem kritizálni a honlapjaikon és politikai nyilatkozataikban, az igazságügyi miniszter hogy állíthat ilyet, hogy a jogállamiságnak nincsen fogalma. Nem magam találom ki, hanem neves alkotmányjogászokkal lehet erről beszélni, vagy jogász professzorokkal, hiszen mindenki tudja a nemzetközi közéletben is, hogy a jogállamiságról maximum alkotmányos párbeszédet, összehasonlításokat, különböző egymást tisztelő tudományos értekezéseket lehet tartani, amelyben mindenki kijelenti, maga a Velencei Bizottság is, hogy nincs egy abszolút jónak vagy rossznak kijelenthető értékítélet arról, hogy a jogállamiság egyébként önmaga micsoda, vannak elemei, és még azért is, az is egy ferítés szokott lenni, sajnos maguk a európai kritikusaink sincsenek azzal tisztában, hogy a úgynevezett második cikkely az uniós szerződésének nem a jogállamiságot definiálja, hanem az uniós értékeket felsorolja, ahol a demokrácia, a szabadság, az egyenlő elbánás, a diszkrimináció mentesség mellett jelenik meg a jogállamiság. És akkor ilyenkor mindig felteszem a kérdést, hogy vajon a demokrácia az nem érdemel tiszteletet? Például egy demokratikusan megválasztott magyar kormány nem érdemel annyi tiszteletet, hogy például ilyen hangnemben nem beszélünk, hogy a magyar választópolgárok akaratáról nem beszélünk. És végül, ha megengedhetek magamnak egy politikai megjegyzést, pont a Momentumtól nem tartom helyénvalónak a kioktatást jogállamiságból, hiszen egy olyan pártszövetségre lépnek a győzelem érdekében egy olyan emberrel, aki 2006-ban tényleg rendszer szintű jogállamisági problémákat okozott Magyarországon. És akkor érdekes módon mélyen hallgattak az európai intézmények. Én testközelből néztem végig, én ott voltam az utcákon, és láttam, hogy például 141 ügyből 139-ben született első fokon előzetes letartóztatási kényszerintézkedés, vagy intézkedés, és gyakorlatilag ezek mind bebizonyosodtak másodfokon, hogy nem közel sem voltak semmiféle bűncselekmény elkövetéséhez. Tehát akkor valóban politikai nyomás alatt voltak a Gyurcsány kormány idejében a magyar bíróságok. Brüsszel a füle hegye botját sem mozdította, ugye? Hiába próbáltunk egyébként írni európai biztosoknak, hiába kiáltottunk Magyarországról, pedig akkor már az unió tagjai voltunk. Tehát jogállamiságból kioktatást ettől a pártól én nem teljesen tartok. Önöknek ez belefér, tehát politikai szövetségre lépni a DK-val, vagy nem? Tekintik aggályosnak mondjuk a 2006-os események kapcsán? Itt rengeteg kavar van, és nagyon-nagyon sok olyan állítás hangzott el, ami egymás mellett még akár véleményként el is fogadnám a miniszterasszonytól. Összességében, mint konklúzió, úgy elég nehéz megemészteni, nem is tudom, hogy melyik pontjával kezdjem. Először azzal az a európai véleménnyel. Először talán kezdjük a konkrét kérdéssel, tehát aggályos-e önöknek a politikai együttműködés a DK-val, ismerve ugye történelmi előzményeket? Olyan történelmi előzményekre utalnak most itt 2006-tal kapcsolatban, ami az egyrészt a Momentumnak a léte akkor még nem volt jelen, másrészt olyan dolgokra utalnak, amit én nem tudom pontosan, hogy akkor ezek szerint definiáljuk, hogy milyen jogállamisági sérelmek történtek. A Momentum sosem mondta azt, hogy a 2006-os eseményekkel kapcsolatban minden zökkenőmentesen és megbocsáthatóan zajlott. A Momentum nem azért jött létre,
hogy egyik vagy másik oldal mellett igazságot tegyen, hanem pontosan azon, mert mind a kettőt meg szeretné haladni. Az, hogy a Momentum milyen pártszövetségbe indul a következő választáson, az amúgy nagyban eredménye annak, hogy jelenleg milyen választási törvény lép életbe, illetve hogy ezt a kormány maga hogyan manipulálta abba az irányba, hogy egy ilyen monolit tömböt rétekeljen hozni a másik monolittal szembe. De én visszatérnék arra, hogy egy csomó olyan állítás hangzott itt el, amikor 2006-ban hogyan reagált az Európai Unió. Tegyük hozzá, azóta egy teljesen más bizottság van, egy teljesen más parlament van, és azt gondolom, hogy akkor az azokkal való vitájukat nem rajtunk kell számon kérni. Amúgy arra szerettem inkább volna visszatérni, hogy abban teljes mértékben egyetértek Varga Judittal, hogy nem egy jogi definíciót kell keresni a jogállamiságra. Nagyon örülök, hogy feljött az alapszerződés második paragrafusa, ahol ugyanis az Európa legfőbb értékeit nevezik meg. Demokrácia, jogállamiság, emberi jogok. És amúgy a Velencei Bizottságra is utaltunk már, a Velencei Bizottság is kimondja, ez a három nem, hogy kéz a kézben jár, hanem együtt értelmezendő, egyiket sem lehet a másik ellen felhasználni, és a jogállamiság akkor él, hogyha nem jogszabályok egymás mellett nézzük meg, hogy mi történik, hanem a jogállamiság egy olyan keretrendszert ad, amiben a demokrácia és az emberi jogok kiteljesednek, ami biztonságos, ami igazságos, és ami az emberi méltóságot nem kérdőjelezi meg. Jelenleg ez nem létezik Magyarországon. Ezt titokozom ezen kijelentésen, hiszen maga a definíció az tökéletes volt, akár a jogi egyetem is egy felelet is lehetett volna egy vizsgán. Viszont ezek a fajta kijelentések viszont már mind a politikai mászt jelentik, hogy kijelentjük, hogy ez és ez ebben és ebben a tagállamban nem létezik. Mert akkor bele lehet menni egy mélyebb elemzésbe, hogy pontosan mire gondol a képviselőasszony. És azért azt is megkérdezem, hogy amikor a Jourová alelnök azt mondja, nagyon jó a munkakapcsolat, és ugye említette, hogy ez a monolit koalíció létre kell, hogy jöjjön. Én úgy gondolom, hogy akkor sem legitimálhat egy ilyen monolit koalíciót, pont az értékek nevében csupán a hatalomra való törekvés, amikor önök például a Jobbikkal szövetkeznek, ahol nyíltan antiszemita kijelentések hangoznak el egyes képviselőjelöltektől. És önöknek ez az európai értékek nevében, ahol természetesen ebből levezethető az antiszemitizmus elleni küzdelem is, mint az emberi méltóságnak a tisztelete, hogy ezt ilyenkor erről beszélgette például Jourovával, mert engem ezek mindig úgy érdekeltek, hogy lehet az, hogy kimegyünk Brüsszelbe, és gyalázzuk a saját hazánkat, gyakorlatilag brüsszeli érdekeket képviselünk ott is, és idehaza is, és közben ezek a furcsa elkölcsi kérdések nem merülnek fel önökben, mert tényleg olyanokkal fognak szövetkezni a hatalom megszerzése érdekében, akikkel egyszerűen nem férnek össze az európai értékek. És azért azt mondta, hogy ez a múlt, és hagyjuk, mert borítsunk rá fájtlat, hogy 2006-ban önök még nem is jöttek létre. Igen, később jöttek létre, és bűnben fogantak, hiszen egy nemzetálmát vették el azzal, hogy az olimpia ellen egy importált divatot hoztak Magyarországra. Ne haragudjon, nem ezzel akartam kezdeni, de ha már azt mondta, hogy akkor még nem is voltak, és később jöttek létre, és miért jöttek létre. Én meg szeretném kérdezni, hogy miért jöttek létre, hogyha csak a bűn és az importált nyugati divatok, amelyeket egyébként itthon próbálnak a magyar társadalomra ráerőltetni, de ezek az értékek akkor is léteztek. Tehát a kettes cikke, ez 2006-ban is bele volt írva a szerződésbe, hiszen mi 2004-ben nagyon hosszú csatlakozási tárgyalások eredményeképpen igazítottunk jogrendszerünket egyébként az európai keretrendszerhez, és akkor teljesen mindegy, hogy ki volt a bizottság elnöke, és éppen ki volt az értékekért felelős biztos. Ezeket akkor is ennek az intézményrendszernek, amelyet ön olyan lelkesen támogat ma is, ugyanúgy védenie kellett volna. Én magam fogalmaztam egyébként akkoriban angol nyelvű szövegeket segítve a Fidesz képviselőcsoportot kint Brüsszelben, hogy tudják a hangjukat hallatni. És az Európai Parlamentben még egy hearingre se futotta. Összesen egy könyv bemutatóig tudtuk elvinni a Trespasses nevű könyvnek a bemutatását arról, hogy milyen szemkivető visszaélések történtek 2006-ban. Ez egy olyan mélysebb, olyan nyílt példája a kettős mércének, amely ma Európában dívik, hogy e felett nem tudunk szemet vonni, tisztelt képviselőasszony. Rengeteg személyeskedés hangzott el, és én azt gondolom, hogy ugyan engem nem zavar, hogyha személyeskedünk, mert ezeket én tűröm, csak azért szeretném mégiscsak kikérni, mert hogy ilyenkor nem velem vagy a pártommal szemben személyeskedik a miniszterasszony, hanem azokkal a szavazókkal szemben, akik miatt mi ott vagyunk, ahol vagyunk, akik miatt én az Európai Parlamentben ülök, ugyanis ezt vissza szeretném utasítani, hogy brüsszeli
érdekeket szolgálunk, nem azokat a szavazókat képviselem, ami nem érte egyet a Fidesz-KDNP-nek a politikájával, aki nem érte egyet a kormánynak a cselekvésével, akik azt gondolják, hogy nem csak az embertelen, hogyha szemet kilövet a rendőrség, hanem az is embertelen, amikor a szegregáció elől kibújva újabb törvényeket hoznak, az is embertelen, amikor elvesztik a pénzt azoktól, akiknek a kiemelkedéséhez szükségszerű az, hogy támogatásokat kapjanak, akik azt gondolják, hogy az a fajta korrupció, urizálás, az európai források teljes kirablása a hatalom megtartása érdekében. Azzal vádol most engem a miniszterasszony, hogy a hatalom megtartása, megszerzése érdekében bárkivel az ördöggel is koalícióra lépnek. Elnézést, a hatalom megtartása érdekében folyamatosan felülírják a saját maguk által is sziklaszilárdnak minősített alaptörvényt, a maguk kényekedve szerint változtatják a választási törvényt, csak azért, hogy egyre kevesebb szavazat is egyre nagyobb kétharmadot okozhasson. És bocsánat, hogyha a demokráciát ennyire tisztelik, akkor tiszteljék azt is, hogy nem minden magyar állampolgárért az önök politikájával egyet. A demokrácia pluralizmuson alapul, azaz különböző képviselőasszony. Úgyhogy egy konstruktív ellenzékre vágynék, akikkel valós vitákat lehet lefolytatni, és nem importált. Nagyon nehéz úgy valós és konstruktív vitát lefolytatni egy, hogy gyakorlatilag ez az első adandó alkalom, hogy ön leül bármelyikünkkel vitázni, a kormány leülne velünk vitázni. Nincsen terepe annak, hogy konstruktív viták legyenek, nem szerepelhetünk a köztévébe, a propaganda média teljes mértékben leugrott a közösségi nem média hajlandó a konstruktív vitára, és amikor végre le tudunk ülni, akkor és nagyon köszönöm a tranzit szervezőjének, hogy végre le tudunk ülni. És itt ülünk ennél az asztalnál, és csupán 10 perc után már is államgyilkos, hazaáruló, nemzet. Én nem személy... mondtam ilyen szavakat, én... szerintem nem mondtam. Bocsánat, de ezeket kimondtam. De ha magára mondja ön, azt nem... De ezek a szavak ki lettek mondva, és azért mondom, hogy személyeskedhetünk. Nem személyeskedtem, brüsszeli hanem szeretném megérteni képviselek. A politikájukat. Nem, én nem brüsszeli érdekeket képviselek, én magyar választókat képviselek. A választói érdekében szeretném megérteni az és az, én, ez az, amit én képviselek, arra nagyon sokan azt mondják, hogy ez az út, amit ők szeretnének látni, ugyanis mindannyian ugyanennek a nemzetnek a részei vagyunk. Én nem azt várom el, hogy mindenki egyetértsen, én csak azért harcolok, hogy a mi véleményünk is megjelenhessen, és tényleg konstruktív vitákat folytathassunk, de ez nem konstruktív vita, ahol jogállamiság helyett már egyből arról beszélünk, ugye, hogy ön azzal mi történt kezdte, hogy Magyarországon 2006-ban. Nincsen jogállam, Jobbik. És erre semmiféle konkrétumot, hanem egész egyszerűen jönnek azok a mantrák, amelyeket egyébként a Le Monde-ban, a Le Soir-ban, a Guardian-ben, a Spiegel-ben minden nap el lehet olvasni. Tehát ez egy liberális mainstream, amint egy mantra belengi Európát, és én azt azért kérdezem az önök választói érdekében is, hogy mi az, amit egyébként önök képviselnek. Leültek-e egyszer a tervezőasztal felé, megnézték-e, hogy mi a jó ennek az országnak, és nem külső divatokat hoznak be Olimpiával, vagy éppen elmennek kampányolni Románia helyhatósági választásokon román jelöltekkel, akikkel egyébként le fogják rontani az esélyét, vagy lerontották az esélyét magyar jelölteknek. Tehát én egyelőre szeretném megérteni azt a nemzet érdekeket előtérbe helyező politikát. Én dolgoztam az Európai Parlamentben, képviselőasszony, 9 évet, én nem elől a padokban, én hátul kőkeményen a munkások között, és én szakértőként mentem oda ki. És napi szinten esett le a tantusz, hogy miről szól ez az egész Európai Uniós együttműködés. Friss jogi szakvizsgával, jelesre vizsgázva, nagy lelkesedéssel. Én hittem abban, hogy az európai normák azok minden egyes tagállamot védenek. Tehát én nem importálok nézeteket, egész egyszerűen a tapasztalat által, a sok-sok kétségbeesés és csalódottság által magamba szívtam azt, amit én ma képviselek. És azt tudom, hogy egy magyar érdeket odakint képviselni, az nem egyszerű dolog. Az egy nagyon kemény harc, hiszen a matek nem arról szól, hogy egyébként az újonnan csatlakozott tagállamoknak is ugyanolyan gazdasági hasznot hozzon a bővítés, mint ahogy egyébként az fel volt írva a feliratokban. Tehát azért én csak azt szeretném megtudni, hogy amikor önök kint ott ülnek Brüsszelben a plenáris ülésteremben, és nyomják a gombot különböző dossziéknál. Valaki elmondja önöknek, hogy az a politika, amit ott kint önök képviselnek a párcsaládjukkal, az nem feltétlenül a magyar gazdaság érdekeit, a magyar társadalom érdekeit fogja hosszú távon szolgálni. Ez én nyilván részletes nagyon szomorúan hallgatom, hogy azt mondja, hogy az a fajta szabadságvágy, az a fajta igazságérzet, az a fajta egyenlőségvágy, amit mi képviselünk, az a magyaroknak nem sajátja. Hogy azt gondolja, hogy ez az importált értékek, amiket mi képviselünk. Nem. Képzelje el, hogy Magyarországon rengeteg ember szeretne egy szabad, igazságos, kiszámítható, biztonságos országban élni. Legyen ennek bármilyen szakpolitikai ideológiai háttere, azon majd vitatkozhatunk. De én azt gondolom, hogy az alapértékekben, ami amúgy az Európai Unió alapértékei is,
Innentől kezdve ezek nem importált dolgok, amikor mi csatlakoztunk az Európai Unióhoz, akkor mi maguk mondtuk ki, hogy ezek számunkra is közös értékek Európában. Ez a demokrácia, az emberi jog tisztelete és a jogállamiság. Volt néhány konkrét felvetés, amit ugye elmentünk. Az egyik volt, hogy a 2006-os tömegoszlatás, kérdeztük, hogy a politikai együttműködést mennyire tartja aggályosnak, hogyha a jogállamisági kondíciókra olyan érzékeny. Erre azt mondta, hogy ez a múlt miniszterasszony felvetette a Jobbikkal való együttműködést, ugye a rasszista kijelentések okán, hogyha a jogállamisági kondíciókra érzékenyek, a jelenben is van egy együttműködés a Jobbik és a Momentum között, akkor erre legyen szíves reagálni, hogy ezt mennyire tekinti aggályosnak. Én minden esetben legyen szó Jobbikosról, Momentumosról, Fideszesről, KDNP-sről, LMP-sről aggályosnak, nem, hogy aggályosnak, elfogadhatatlannak tartom, hogyha egy olyan szintre lép a történet, ahol őszintén ki lehet mondani, hogy ezzel az értékrenddel mi nem tudunk azonosulni, és nem is fogunk olyan szövetségbe belemenni, ahol a demokrácia, emberi jogok és a jogállamisággal szembe történik valami. Igen, vannak olyan szereplők, akik már akkor politizáltak, amikor még a miniszterasszony, ahogy mondta, jó munkás emberként a háttérből írta az európai parlamenti beadványokat. Ez nem jelenti azt, hogy mi hajlandóak lennénk 2022 után visszatérni 2010 elé. Nem vagyunk megelégedve azzal sem, ami 2010 előtt történt, de ami 2010 óta folyik, az olyan szinten túlment mindenen, amit egy szabadságot, demokráciát vágyó ember le tud nyelni, hogy ezzel fel kell tudni lépni. És amúgy bocsánat, hogy ha nem hoztak volna egy olyan választási törvényt, amit tegyünk hozzá, nem csak hogy aránytalan, hanem igazságtalan is, ugyanis tegyük hozzá, hogy még a legutóbbi választáson is, ahol egy picit több százalékot kapott a Fidesz, mint 2014-ben, de még úgysem kapták meg a szavazatok 50%-át, a választási rendszer következtében folyamatosan módosítgatnak, így kerül kétharmadhoz a hatalom. Még erre is azt mondanám, hogy rendben ez a választási törvény. Csak tegyük hozzá, hogy ezzel a választási törvényi eredménnyel visszaélve, kétharmadnál, azt mondja, kétharmados felhatalmazással bármit meg lehet tenni. Nem, hogyha miniszterasszony azt mondja, hogy hisz a demokráciában, akkor miért nem hisz abban, hogy szerepe van akkor is az ellenzéknek, ha kisebbségben van akkor is, hogyha a döntésekhez, az ő gomnyomásoknak nincs szükség. És ne például a koronavírus törvény idejében támadja a veszélyhelyzetben lévő országot, és külföldön is feljelentse. Ezért egyeztetnek folyamatosan, ezért nem jelennek meg a szakbizottsági ülésen, hogyha ellenzékek tudják össze, hogyha az ellenzék bármit meg szeretne vitázni, vagy ezért teljesen üres a parlamenti padsor, amikor az ellenzék rendkívüli vitát kezdeményez. Ez szembeköpése azoknak a választóknak, akik nem önökre szavaztak, és tegyük hozzá, 50% fölött voltak. Ez azt jelenti, hogy a magyar választópolgárok a nemzet felét nem veszik figyelembe, sőt, azt mondják, hogy nem érdekli a véleményük, őket nem hajlandóak képviselni. Azt gondolom, hogy ez pártpolitikai szinten még el is fogadható. Nagyon arrogáns és nagyon-nagyon bunkó szerintem, de elfogadható, de kormányról. A kormánynak az a szerepe, hogy az egész nemzetet képviselje. Ez az önök social media jelenlétéből is. Feltételezem, képviselőasszony és miniszterasszony is ismerik az angol és a francia választási rendszert, ezek szerint akkor mondjuk azt is antidemokratikusnak minősíti, vagy és már is egy jogállamisági kérdéshez érkeztünk. Vajon van-e abszolút fogalmának, hogy mi a jó, abszolút jó választási eljárás Európában, és mi nem? És vajon, ha ön lenne ott a nagyítélő Jurova titkárságán, akkor vajon erre mit mondana? Tehát itt én azt mondom, hogy amikor így kiveszünk egy kérdést, most beszéltünk hát például a választási törvényt, nem, ez az a retorika, amivel nem mi élünk, hanem pontosan ez, amire fel szeretnénk hívni a figyelmet, hogy ez nagyon-nagyon téves és káros, amikor az összes vita jogállamisággal kapcsolatban arról szól, hogy kiveszünk egy példát, majd azt mondjuk, hogy Franciaországban is létezik, meg Nagy-Britanniában is létezik, ez vagy az, és közben elfelejtjük, ez hogy az egészet egységében kezelni. Egy egységes rendszerben, ebben az összetételében, ahogy a magyar jogállamiságnak csúfolt jogszabályok összessége működik, ebben az összetételben, ebben a kontextusban semmelyik másik országban nem figyelhető meg. Feltettem, hogy akkor az angol és a francia választási rendszert is úgy érzi, hogy antidemokratikus, mert hogy ezt a jelzőt használta ugye a magyar választási rendszer. Én azt gondolom, hogy a jogállamiság és demokráciai hagyományok ezekben az országokban
ennek az értelmében, ebben a keretben értelmezve önmagában a választási törvényt kifogásolni nem jogállamisági ellenes történet, mert olyan biztosítékok vannak ezekben az országokban, máshogyan épül fel az ő jogállamisági rendszerük. Ebben igazat adok, nincs két olyan ország, ahol ugyanúgy néznek hát ki ez a rendszer. Ez egy közös kiindulási pont, mert nem akkor szeretnék még néhány információt amúgy, hozzátenni. Hogyha, amúgy, ha meghallgatta, vagy meghallgattad valamikor, amikor erről beszéltünk, ugyanezt mondom én is, a bizottság felé is kint, a Libe szakbizottságban is mindig ezt mondom, ne ilyen checklist alapján menjünk, hogy létezik-e ez, létezik-e az, bocsánat, ebben nagyon jól teljesít a magyar kormány. Ez egy nagyon jó kommunista papíron, trükk, papíron nagyon sok minden létezik. Vizsgáljuk meg egészében. Tényleg a jogállamiság, a fékek ellensúlyok garanciáit tudják a különböző intézmények adni? Tehát ne jogászkodjunk, azt mondott képviselő, hogy ne jogászkodjunk. Ugye nem mi kezdtük, nem mi akartuk, de rá lettünk kényszerítve, vagy évek alatt olyan tudást halmoztunk fel, nem csak az igazságügyi minisztériumban, de ugye a magyar közéletben általában arról, hogy milyen demokratikus és egyéb jogállamisági példák vannak a különböző tagállamokban, mert rá voltunk arra kényszerítve, és ugye ez egy, nekem sajnos egy ilyen balos tempó, hogy amikor egyesével, tételesen, jó jogászként az ember bebizonyítja, hogy ne haragudj, de itt sem értem, hogy mi a probléma, hiszen például a hollandoknál nincs alkotmánybíróság, hogy például a hollandok három sikertelen népszavazás után úgy döntöttek, hogy betiltják a népszavazás intézményét, mert amikor megkérdeztem az államtitkárt, azt mondta, mert működési zavarokat okozott. Kérdem én, az milyen demokrácia? Erre az a válasz, hogy mert ők régi demokrácia, mert meg új demokrácia vagyunk. Tehát én úgy érzem, hogy amikor nem sikerül semmi konkrétumot bebizonyítani, akkor jön az a kommunista tempó, amit a Sargentini beleírt a jelentésébe, bocsánat az angolságért, the overall picture. Tehát, hogy az összkép rossz. És ilyet ugye a miniszterelnök úr nagyon helyesen mondta, hogy ilyet a kommunizmusban hallottak, hogy elviszünk téged, mert úgy általában nem vagy úgy ideológiailag megfelelő. Tehát ez a baj, hogy a jogállamiságot nem lehet a jogállam csorbításával létrehozni és védeni. És ez a legnagyobb probléma az összes tervezettel, az összes bizottsági javaslattal. Bocsánat, de ez nem egy ideológiai szempont, amikor felhívjuk arra a figyelmet, hogy lehet, hogy jogszabályi alapon, vagy a checklist alapján az ügyészséggel semmi gond nincsen, mert a probléma ott kezdődik, hogy pártkatonát ültetnek Polt Péter személyébe a tetejére, akin múlik tudom, az, hogy milyen ügyeket vizsgálhatnak ki. Onnantól ez teljesen minden, hogy hogy az ügyészség amúgy hogyan meg, működik. Hogy hány eljárás megy egyébként politikusok ellen minden pártszintől függetlenül. Folyamatosan működik. Nemzetközi statisztikák, a normális nemzetközi statisztikák ismerik el egyébként az ügyészség teljesítményét. Én találkoztam az Olaf elnökével is, amikor Magyarországon jár. És ő például nem említette meg, hogy milyen érdekes az elejössző ügyel kapcsolatban. Nem, ő azt egy csomó mindent megtalálnak, amire Polt Péter azt mondja, hogy semmi látni. A magyar vádemelések aránya bőven az uniós átlag felett van. Tehát az Olaf elindít egy vizsgálatot bármely tagállamban, akkor egy ajánlással él. És egyébként a magyar vádhatóság rendre az uniós átlag felett, ami egyébként 39-47%-ban indítunk eljárásokat. És sorolhatnám ezeket a statisztikákat, csak az a baj, amikor így mennek ezek az általános mantrák, hogy itt minden rossz, kb. Mint hogyha elolvasnám a Spiegelt, akkor nehéz azok ellen ilyen nagyon unalmas számokkal védekezni. De én ugye erre tettem fel most az egész életemet, és éjjel-nappal a magyar jogállamiságot védem, és megmondom őszintén, élvezem, mert én láttam a másik oldalt. Én láttam, milyen az, amikor a szerencsétlen, jóhiszemű nyugat-európai állampolgártársainkat egyszerűen hülyít. És általában itthonról jön az a nagyon jó kis hamis ferde információ, hogy a jó munkakapcsolat ugye a Jurovával, meg a jó munkakapcsolat az összes nyugati szerkesztőséggel. Minden nap kinyitják az újságot, és kávé mellett elolvassák, hogy valami baj van, we have concerns, aggódunk. És ezek a hivatásos aggódók egész egyszerűen beletáplálják az emberek agyába azt, anélkül, hogy jártak volna itt Magyarországon, iskolába fizettek volna adót, látták volna a csodálatos gazdasági eredményeket, csak jönnek és jönnek rettegnek. És én akkor rendre azt jó magyar állampolgárként, akkor még parlamenti alkalmazottként, azt a gyakorlatot vezettem, hogy minden reggel a kávé mellett elküldözgettem a holland, a belga, a francia barátaimnak, hogy bocs, de ezt a gyalázatos politikó cikket ezzel és ezzel a korrektúrával olvasd. Tehát elképesztő, hogy micsoda áradattal kell nekünk a tényekkel védekeznünk, a tényekkel szemben, és olyan jó lenne, hogyha magyar emberként ön Brüsszelben szintén a tényekért, a magyar emberek érdekéért küzdene. Mert higgyen, ennek vannak következményei. És nem feltétlenül ezt kellene egy magyar embernek külföldön támogatni. Hölgyeim, maradjunk egy kicsit még a magyar kérdésnél, ennek is van aktualitása. Ugye Fekete Győr András most a hétvégén lezajlott erdélyi romániai regionális választásokkor, ugye az RMDSZ helyett az USR-nek kampányolt az Európai Unióról. Nagy, hogyha a tagállamok, a nemzetállamok közösségéről beszélgetünk, akkor itt van egy nagyon fontos kérdés, ugye a kisebbségvédelem, a nemzeti érdekek védelme. A Momentumnak a politikai eszköz köztárában létezik-e olyan, hogy nemzeti minimum e tekintetben, vagy úgy gondolják, hogy pusztán ideológiákat kell szolgálni a nemzetközi térben? Mindkettőjüktől kérek egyébként majd választ a nemzeti minimum kérdésére.
Én azt gondolom, hogy a kisebbségvédelem az egyik legfontosabb kérdés. Nem csak nemzeti, európai szinten is. Én azt szeretném látni, hogy például ezt is európai kompetenciává tudjuk emelni, és nem tagállamok belügye lesz az, hogy az országában élő kisebbségekkel szemben nagyon sokszor a többségi akaratnak megfelelően a kisebbségek elnyomásával milyen következő akkor lépéseket tehetnek. Akkor minden magyarázza az, bocsánat, hogy az önök képviselője abban a Romániában, ahol gyakorlatilag intézményesített sovinizmus van, inkább egy román jelölt mellett kampányol, mint a magyar jelölt. Fekete Győr András az előző az elnök választáson állt ki az USR jelöltje mellett. Méghozzá azért, mert épp ugyanazért, amiért én a Progresszív Szlovákiának is segítettem a magyar platformjuknak ezen belül az országgyűlési választásukon, méghozzá azért, mert arra láttunk garanciát, hogy ők sokkal jobban tudják képviselni a kisebbséget, a kisebbség ügyet, a magyarok ügyét, mint etnikai pártok. Miért? Mert bocsánat, ahhoz, jobban, mint ahhoz, egy magyar képviselő bocsánat, Szlovákiában, vagy bocsánat, Romániában? nem azon múlik a képviselet, hogy valaki milyennek született, hanem azon, hogy komolyan gondolja azt, hogy képviselni akarja azokat az embereket. Például a Progresszív Szlovákiának a magyar platform is ezért jött létre, mert azt gondolják, hogy Szlovákiában a magyar kisebbség, hogyha egy pár százalékos éppen a küszöböt átlépve etnikai pártként kerül be a szlovák törvényhozásba, akkor örökké kisebbségben marad. Ahhoz, hogy a kisebbségeknek az érdekeit is védve legyen, ott a mainstreambe be kell emelni a kisebbségvédelmet is. És nem lehet, én szintén nem hiszek az etnikai alapú politizálásba, én abba hiszek, hogy mindenkinek, akár a többséghez, akár a kisebbséghez tartozik, oda kell figyelnie, komolyan kell vennie, és őszintén képviselnie kell tudni a kisebbségeket is. Azért, mert egy nemzethez tartoznak. Bilágos. És épp úgy elvárom a magyar törvényhozásban ülőket is, hogy például a cigány kisebbség érdekeit is tudják úgy képviselni, hogy önmaguk, ők nem cigányok, sőt, valószínűleg cigánytelepen se jártak még soha Bilágos. Az életükben. Ugye, képviselő ezt képest azt nem ezt figyelhetjük most meg, és nagyon örülök annak, hogy Bilágos, állandóan Romániában, meg Szlovákiában megyünk, hát de nem visszatérnek oda, ahol vagyunk. Mert Magyarországon sokkal nagyobb problémát okoz, hogy a Magyarországon élő kisebbségek jogait semmilyen szinten nem képviseli. Nem, hogy egy párt, de hogy a kormányzat maga Bilágos, sem. Tehát a képviselőasszony úgy összegezte az ő nemzetpolitikájukat, vagy a kisebbségvédelmet, ugye, hogy a többségi szlovák és román képviselők támogatásával látják leginkább hatékonyan megvalósítani ezt a kérdést, mondjuk Erdélyben, vagy a Felvidéken. Miniszterasszony, hogy látod ezt a kérdést? Ugye az elején arról volt szó, hogy ne személyeskedjünk, tehát én most mellőzném azt, hogy hány százezer magyar embernek, vagy több millió magyar embernek az érzését sértette meg egyébként a pártelnökük azzal, hogy nyíltan egy román jelölt mellett kampányolt. Úgyhogy hagyjuk ezt a történetet, ugye legyünk pozitívak, mert a európai konstruktív dialógus keretében szerintem fontos, hogy együtt küzdjünk a magyar érdekekért. Ha például ez egy közös pont, ott van Didi Reinders, igazságügyért felelős biztos. Ha van valami közös pont, legalábbis az ő részéről talán álságosan, én is teljesen őszintén, ugye sokszor javasoltam neki, hogy ha már jogállamisági jelentés, és ha már úgyis elindítják a gőzhengert, az önkényes témaválasztásuk, ami ugye most látjuk, hogy majd miről fog szólni, mellé miért nem teszik be az európai őshonos kisebbségek, nemzeti kisebbségek védelmének a kérdését. Ez egy olyan fontos kérdés, mint ahogy képviselőasszony is mondta, hogy több tízmillió európait érint közvetlenül, és egyébként nem csak Magyarországon vagy Közép-Európában, hanem Európa szerte egy nagyon fontos jogállamisági kérdés, egy kisebbségvédelmi kérdés. És érdekes módon a biztos, noha megígérte, hogy persze majd elgondolkodik rajta, és azon túl egy holland vitában talán bemondta, hogy ez is egy fontos kérdés, valamiért ez a teljesen legitim cél és vizsgálati terület nem kapott helyet ebben a jogállamisági jelentésben. Tehát megint nem arról szól, ami egyébként Európa nagy részének a jogos érdeke lenne, hogy vizsgáljuk meg és biztosítjuk a kisebbségvédelmet. Sajnos nagyon köszönöm, hogy kimondta a miniszterasszony, mert ezzel teljes mértékben egyetértek, és végül lenne egy politika, ugye, ahol közösen fel tudunk lépni. Ezzel kapcsolatban felléphetünk közösen is. És lobbizon kérem a Jurovánál meg a Reindersnél. Épp annyira kritizálom ebben a jelentésben, hogy nincsen benne a kisebbségvédelem, mint ahogy most én is mondom. A teljesen feleslegesen korolt vádak összegzéséről, meg az NGO hivatkozásokról, és ha már beszélt a hazai kisebbségekről, azért hagyj említsem már meg, hogy nem tudom, olvasta-e az alapjogi ügynökségnek a jelentéseit. Tehát a magyar-roma stratégiának a sikerei ma már nemzetközi szinten elvitathatatlanak. A magyar elnökségnek 11-ben ez volt az egyik zászlós hajó programja, Járóka Líviát ugye nem is kell említenem. És Járóka Lívia nem csak Brüsszelben szerzett magának azzal nagyon fontos érdemeket, hogy ezért a kisebbségvédelemért Európa szerte is Magyarországon is fellépett, hanem itthon Magyarországon. Én voltam olyan találkozók, amikor brit diplomaták akartak a Járóka Líviával találkozni, hogy ellessék azt a know-how-t, amit a magyar kormány itt végrehajt. És tudja, egy olyan kérdésről van szó,
szó, amelyben ne legyünk álszentek, nem lehet azt kijelenteni, hogy egy kormány 100%-ig meg fogja tudni oldani a történelem egyik legnagyobb kihívását, hogy hogyan tudjuk sikeresen integrálni a társadalomba az elesettebb társadalmi rétegeinket, de hogy az biztos nem lehet elmondani, hogy ez a kormány 10 éve ne tett volna meg mindent azért, hogy munkaalapú társadalmat építsen, hogy a munkabecsületét visszahozza, hogy rengeteg embert tudjon a munkaerőpiacra megfelelő módon bevezetni, és hogy minden embernek megadja a becsületét, a munkabecsületét. Nézze meg a számokat, nézze meg, hogy egyébként az elesettek közül hányak van most már felsőfokú és alapszintű végzettsége. A kötelező óvodai ellátás vagy óvodai oktatás bevezetése is ebbe a körbe iktatható. És hogy mondjam már, hogy ott van a Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos úrnak a fantasztikus eredménye. Nem tudom, járt-e bármelyik faluban, Tiszabúrán. Én elvittem oda az uniós nagyköveteket. És annyira jó volt azt hallani, hogy egy olyan ember, aki egyébként konzervatív elhajlással nem vádolható, és egész életét egyébként szociális munkásként töltötte, és ismeri ezt a problémát velejéig, hiszen ennek szentelte az életét. Ugye a Máltai szeretetszolgálatban is rengeteget dolgozott. És ő az, aki ezt a projektet vezeti, és amikor ő mondja azt a svéd meg a holland nagykövetnek, hogy nagyon kérem, ne brüsszeli projekt pénzben, ne pénzben gondolkodjanak. Hiszen az a lényeg, hogy itt legyünk együtt ezekben a közösségekben, találjuk meg, hogy mi az a megoldás, ami fenntarthatóan ki tudja őket húzni a szegregációból, az elesettségből, és vissza tudja őket integrálni a többségi társadalomban. Akkor őszintén kérdezem, hogy akkor miért húzzák vissza, miért büntetik, miért vesznek el amúgy apró pénznek számító forrásokat pont olyanoktól, akik ugyanezt valósítják meg, amiről ön is beszél, ami nagyon-nagyon fontos. Én azt látom, hogy helyben kezelni a kérdést. Miért vonják meg az állami támogatást, az igaz öngyalapítványt? Építés, oktatási projektekbe. Tehát az, hogy elveszünk, szerintem az egy olyan valóságtól elrugaszkodott állítás, hogy szeretném, hogyha akkor a belügyminisztériumban megnézni, hogy körülbelül micsoda nagyságrendet költünk évente arra. Tehát akkor igazából arról szól, hogy a kormánynak kedves, ahhoz lojális szervezetektől nem vesznek el, ott van a statisztikában, és mindenki, aki kritikus, attól viszont igen. Itt rengeteg, mert amúgy tegyük hozzá, hogy ugyanazok a jelentések, amire az előbb utalt, abban igen. Az is benne van, hogy Magyarországon, hogy a roma stratégia, magyar roma stratégiának az eredményeiről, miről történik. Alapjogi ügynökségnek a jelentésre. Akkor nézzük meg azokat a jelentéseket is, amik hatásvizsgálatot folytattak, hogy a magyar roma stratégiának az európai forrásokat felhasználva milyen eredményei voltak, mert borzasztóan síralmasan szerepelt. És hozzátenném, mert hogy most fogadtuk el az új európai roma stratégiát, nem véletlenül kezdődik egy nagyon-nagyon-nagyon erőteljes kritikával, hogy az előző roma stratégia, az előző roma stratégia, bocsánat, Járóka Lívia is ott ült, mint ugyanúgy. Ugyanúgy ott ült mellettem, és ugyanúgy a nevével fémjezi ezt a kritikát. Ugyanúgy ott ült. Nyilván bocsánat, minden belefér. Nem hozta meg a hozzáfűzött reményeket. Miért? Mert ezeket a pénzeket, ezeknek a pénzeknek a nagy része végeredményben minden rossz, nem azokhoz, a programokba ment el, amiben változást lehet elérni. Mert nem rendszer szintű változásokra mentek el ezek a pénzek. Mert bocsánat, ha abba hiszünk, hogy tényleg a szegregációt fel kell számolni, és ki kell emelni embereket a mély szegénységből, és esélyt kell nekik adni, akkor nem ilyen leggyöngyös patákkal élünk. Én Borsodban nőttem fel, én gyerekkorom óta találkoztam azzal, hogy ez mekkora nagy társadalmi kihívás. Én nem tudom, hogy a képviselőasszony hol nőtt fel. De én tudom, hogy miről beszélünk. Én tudom, hogy mi történik. Ha tudja, és tudom, hogy mennyire beszél, nehéz. Akkor hogy tudja azt mondani, hogy zseniálisan teljesít a magyar kormány és a magyar romatás stratégia? Nem azt mondtam, hogy zseniálisan, hogy nem lehet 100%-osan tökéletesen teljesíteni, hiszen nagyon nagy, nagyon hosszú időn át húzódó problémáról van szó, nem lehet 100%-ig megoldani, de tenni lehet érte, törekedni lehet arra, hogy a legjobban csinálja egy kormány. Tenni lehet, és csak amikor maga a miniszterelnök cigányellenes húrokat penget a beszédében, ez a propaganda, amikor munkanélkül kell tudja a legjobban, hogy mit jelent a munkabecsület, amikor egy olyan törvényt tolnak át, ami egyértelműen etnikai megkülönböztetés alapján a szegregációt nem felszámolni, hanem a leggyöngyös pata. Amikor a köznevelési törvény józanész diktálja a törvényeket, szerintem az egy jó hely, hogy józanész diktálja a törvényeket. Józanész diktálja azt a törvényt, ugye, hogy nem a szegregáció egészét szeretnék megoldani, nem ezt akarják felszámolni. Ne brüsszeli projektpénzben gondolkodjanak, az nem tud segíteni. De most pont hoztam egy olyan példát, aminek semmi köze a brüsszeli pénzekhez, hanem arról van szó, hogy több éven keresztül a kúria, a debreceni ítélőtávra is folytathatjuk, nem igaz, mert az utolsó. Az utolsó, de ugye ez hozzá. Bocsánat, nem igaz, a debreceni ítélőtáblának a 2019-es döntésében ott volt, hogy megállapította, hogy igenis szegregáció történt 2004 és 2017 között a Gyöngyöspatai iskolában. 2017-ig.
datálja azt, amikor megalapította a szegregációt, akkor már 7 éve. És ugye miről beszélek, fontos társadalmi problémáról van szó, és amikor a józanész diktálja a törvényt, szerintem akkor nem azzal kellene foglalkozni, hogy propaganda szövegeket mondunk, hanem elgondolk, hogy mit is történt. Minőségi oktatást kell ezeknek az embereknek biztosítani. A józanész azt diktálja, hogy ne a szegregáció egészét rendszer szinten próbáljuk meg felszámolni, hanem bevezetjük azt, hogy kárpótlásnak milyen formáját fogadjuk el, nem úgy járnak jól, hogyha most éppen különböző szervezetek, akik kihasználják ezt a törvényi lehetőséget, visszaélnek ezzel a helyzettel. Minőségi oktatást kell biztosítani. A felzárkózó települések program erről szól. Nagyon kemény, nagyon keserves, rengeteg civil szervezet dolgozik. Ez így van, de jelenleg most együtt mondtak el 95 millió forintot a MET iskoláitól, ami az egyik legfontosabb kulcsa annak, hogy bizonyos helyeken esélyhez juttassa ezeket a gyermekeket. Épp úgy, ahogy ez igaz jön, hogy épp úgy, mint a miskolci, ha Borsodi pontosan tudja, hogy milyen zseniális és milyen fontos nélkülözhetetlen munkát végez a dr. Abétkár gimnázium, ehhez képest most a túlélés szélén vannak. Tehát az, hogy most kiemelt 2-3-at, itt speciális esetekről van szó, és szerintem megvan a megfelelő dialógus. Ezek a speciális esetek több ezer diáknak, több ezer gyereknek. A több ezer gyereket egyébként más szervezetek megfelelően fognak ellátni. Tehát szerintem nem kellene beleakaszkodni. Tehát akkor ki mondja azt, hogy itt a szervezetekkel magával volt a gond, nem azzal a munkával, amit végeztek, hanem csak olyan szervezetek csinálták, amik valamiért politikailag kényesek a kormánynak, vagy éppen nem a támogatásukra alkalmasnak találtatottak. A eljárás is, úgyhogy minden a hatósági eljárások szerint zajlik, mint egy jogállamban. Tehát ezt így propagandista módon kivonni ebből a nagy sokaságból egyébként, amikor a kormány évtizedek óta minden a döntésében megfelelő. Ha ez így történne, akkor miért nem kapta vissza Iványi Gábornak az egyháza azt a támogatást, amit a strasbourgi bíróság is megítélt. Nagyon telik az idő, 3 percünk maradt, aztán jönnek a nézői kérdések. Itt egy fontos momentumról kell még beszélgetni, már az uniós támogatások és a pénz szóba került. Szóval, ez a szó sajnálom, hogy kisajátítottuk. Ugye itt a jogállamisági kondíció... Nem kisajátítottuk. Nek megvan a maga szimbolikája. A jogállamisági kondíciók tekintetében ugye nem csak jogi kérdésekről, demokráciáról vagy alapértékekről van szó, hanem pénzről is, uniós támogatásokról, amennyiben ugye ezt a mechanizmust összekapcsolják a következő uniós ciklusban a támogatási pénzek elosztásával. Én találtam még egy közös pontot, ugyanis mindketten kifogásolják a német elnökség javaslatát, csak más miatt. Mi az álláspontjuk ezzel kapcsolatban? Szerintem mindenki sokkal kíváncsibb arra, hogy maga a kormány hogy áll a német állásponthoz, miután ők fogják holnap megtárgyalni a tanács előtt. Akkor kérdezzük meg a kormányt. Szerintem abszurditás a német elnökség javaslata. Gyakorlatilag felül akar írni a szerződés szövegét. Miről van szó? Hogyha az alapjogok sérülnek, ugye a rule of law és a jogállamiság, arra már megvan egy megfelelő sui generis eljárás a szerződésekben rögzítve. A pacta sunt servanda jogászkörökben ismert kifejezés mit jelent? Szerződéseket be kell tartani. Tehát, hogyha ez a jogállamisági alapérték sérül, akkor ott a 7. cikkelyes eljárás. Senki nem vitte még végig a 7. cikkelyes eljárást. Mi történik? Látják, hogy nehéz tagállamoknak egymás szemébe nézni és kimondani, hogy bajom van veled, mert a 7. cikkely a nap végén erről szól. Mert hogy a jogállamiság egy szintiszta politikai zsaroló eszköz, és éppen ezért a 7. cikkely témakörébe tartozik. Úgyhogy ez az első fontos tételmondat, mert mi történik most a jogállamiság kapcsán a német javaslatban? Az, hogy az uniós pénzügyi érdekek védelmére hivatkozással meg akarja kerülni a jogállamisági eljárás szerződésben rögzített eljárásrendjét, behoz egy minősített többséget, és gyakorlatilag azt, amit nem sikerült a 7. cikkelyen átverni, hiszen frusztrálódik a rendszer és nem működik, most megpróbálják egy alacsonyabb szintű jogszabályban megkerülve. Én azt arra mondom azt, hogy nem lehet a jogállamiság megsértésével a jogállamiságot védeni. Egyértelműen kijelentették nyáron az állam és kormányfők, hogy az unió pénzügyi érdekei az elsődleges védendő cél, és mellette a jogállamiság is, mint ugye mindent átható fontos követelmény. Egyetértünk, a 2. cikkely ott van, mindenki védi ezeket az értékeket. De amikor arról beszélünk, hogy jogbiztonság és normatisztaság, nem lehet egy politikai zsaroló eszközt betenni úgy, hogy utána annak konkrét szankciója keletkezzen. Ezt egyértelművé tették az állam és kormányfők, pénzügyi érdekek védelme a cél, ezért küzdünk mi is. És egy utolsó megjegyzés, hogy az, aki ennél az érzékeny kompromisszumnál többet vagy mást akar, meg ki akarja nyitni a vitát, mert valójában soha nem szeretett volna pénzt adni a délieknek, mert gyakorlatilag erről van szó, hogy a fukar négyek lapulnak a fák alatt, gyakorlatilag ők, akik veszélyeztetik ezt a történelmi megállapodást. Hiszen mindenki nagyon jól tudja, hogy itt nem a jogállamiság a hunyó, hanem azok, akik nem akarnak fizetni másoknak a szolidaritás alapját. Képviselőasszony, érkezett hozzád egy kérdés. Bocsánat, csak hogy erre átadtam a választásnak az elsőbségét, de ezt gondolom, hogy legyen hogy pont nem jön ki, hogy nem értünk egyet. Mert hogy én azért lepődöm meg ezen a kritikán, mert hogy nem szerepel, és ez én kritikámnak a német javaslata szemben pont ez az alapja, nem történt más, mint a nyári csúcson megállapodottaknak a beépítése
a bizottság előzetes javaslatába. Ami szerintem azért elfogadhatatlan, mert gyengíti azt a mechanizmust, amiről évek óta beszélünk, hogy szükség van rá. Nem csinál mást, mint hogy az európai pénzügyi érdekeket védi, és ebben az előbb a miniszterasszony is azt mondta, hogy ehhez joga van, és ezzel egyet is értenek. Erről szól ez a javaslat. De nem erről az szól. Én problémám pontosan az, hogy olvasok, ez nem egy jogállamisági mechanizmus, még akkor is, hogyha jogállamisági kritériumokból belekerül pár, de például azokat már kihúzták pontosan azért, mert ezen a csúcson a magyar kormányfőnek a köszönhetően is kiszedették azokat a részeket, ami arról szól, hogy az összképet nézzük. Ami arról szól, hogy... Bocsánat, de hogy itt arról van szó, hogy szerintem a német javaslat az nem egy jogállamisági mechanizmus ebben a formájában. Nem, a fordított minősített többségből minősített többség lett, úgy, ahogy ezt a csúcson is megállapodtak. Én nem értem, hogy mi a meglepődésnek az oka, amikor semmi más nem történt, mint az, amiben megállapodtak a tanácsi csúcson. Esetleg ezt mondjam el a holland barátainak is ott az Európai Parlamentben, mert az biztos, hogy segíteni a magyar ügyet. Úgyhogy ezt megköszönöm, hogyha ugyanezt, amit most itt elmondott, elmondja a svéd, a dán, a holland, és még nem is tudom, szerintem a miniszter asszony sokkal gyakrabban találkozik ezekkel a kormányokkal. Nekem nem az a feladatom, hogy feléjük kommunikáljak és velük beszéljük. Itt igazából saját maga mondta az ki, Európai hogy én nem hozzájuk rohangálom. Én a magyar érdekeket szeretném védeni, és a magyaroknak az az érdeke, akkor védjék, hogyha az Európai Uniós az Európai pénzeket Parlamentben. Nem nagyon a fejünk kérem. Fölött lopják el, és építenek belőle autokrata rendszert. A mi érdekünk az, hogyha a végfelhasználókhoz eljut ez a pénz. Úgyhogy mi a továbbiakban is azon fogunk harcolni, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy bármilyen mechanizmust is fogadjanak el a végeredményben. Bármi legyen a szankciórendszer, az ne büntethesse a magyar állampolgárokat, maximum a kormányt. Az összes kritika, amit most úgy keretezünk, hogy Magyarország kap, nem Magyarország kapja, a magyar kormány kapja. Az Európai Uniónak az sikeresen érdeke, hogy Magyarország fejlődjön, és a magyar állampolgárok, akik európai állampolgárok, azok épp ugyanolyan juttatásokba részesülhessenek, mint más európai állampolgárok. Mi ezért harcolunk azért, a magyar hogy kormány ezt eddig sikeresen tette, nagyon remélem, hogy nem fogják megakadályozni. Kell a források akkor, ha a magyar kormány maga nem tartja be az európai értékrendet, ha nem az tartja az be... Az melyik? Melyiket pontosan? Jogállamiság, demokrácia, védelmi, emberi jogok. Abból melyik a jogállamiságnak, melyik és elemét, és melyik mind a három csorbát szenved. Ezért rettegnek annyira, hogy mit fognak holnap kirakni az ablakban a magyar jogállamisági jelentésben, amit tegyük hozzá, az összes többi tagállammal kapcsolatban is megteszik, ugyanis nincsen kettős mérce. Ez nem egy ideológiai háború. De jogász vagy, csak azért, mert van egy ilyen kifejezés, hogy nullum crimen sinelege. Tehát nincsen büntetés. Elvihetjük logikailag, értelmezhetetlen, latin kifejezéseket. Bocsánat, de végeredményben mi a célunk? Képviselni a magyar embereket? A magyar emberekhez is így szokott beszélni? Azt gondoljuk, hogy latin kifejezésekkel a magyar emberek érdekeit jogászkodással fogjuk majd tudni elmagyarázni, hogy mi a probléma, és a mentén fogunk tudni vitázni. Egy egyszerű ember nem vágyik másra, mint igazságos, kiszámítható, biztonságos országra, és ezt bármilyen latin kifejezéssel különülheti. Az igazságos, kiszámítható és biztonságos ország az inkább Európának ezen a részén van, mint másik részén. Tehát, hogy amikor csak úgy általában dobálozunk a jogállamiság fogalmával, azért kérdeztem, és elnézést, hogyha kicsit cinikusabb voltam a keleténél, mert nem volt a szándékomban. De pontosan itt életveszélyes dolgok repkednek a levegőben. A nullum crimen sinelege az azt jelenti, hogy nincsen büntetés konkrét jogszabály nélkül. Tehát, hogyha az ember nem látja konkrétan azt a tiszta jogi normát, amit megsért, és akkor mondják rá, hogy rossz fiú, és csak azt írjuk bele, hogy egyébként úgy rossz vagy általában, és akkor elzárom a csapokat, szerintem ez mélyen sérti. De ez van a javaslatban, ne haragudj. Sajnos ez van a javaslatban, olvasuk együtt, és én nagyon örülök annak, hogy majd segítesz meggyőzni egyébként a hollandokat arról, hogy igazából azt kell beleolvasni, amit mi akarunk látni. Hölgyeim, mert ez nagyon hasznos lesz a magyar emberek szempontjából. Adjunk egy kis időt a nézői. A te feladatod, az én feladatom nem az, hogy adjunk a holland embereket győzködjem, az én feladatom adjunk az, hogy elmondjam a magyar embereknek, hogy mi történik Brüsszelben, és képviseljem az én szavazóim érdekeit kint az Európai Parlamentben. Adjunk ez az én munkám, én nem meg, az, hogy én a meg a magyar emberek érdekeit szeretném, függetlenül attól, hogy én pedig a kérdezők érdekeit szeretném képviselni. Tettek fel a kérdéseket.
Donát Anna képviselőasszony hozzád itt egy kérdés. Vera Jurova tavasszal a járvány elleni védekezést segítő koronavírus törvény kapcsán először azt nyilatkozta, hogy ez nem ütközik az európai jogrenddel, majd néhány napra rá neki ment a törvénynek, feltűnően momentumos szóhasználattal. Most ugye utaltál rá az elején, hogy nagyon jó a munkakapcsolat, rendszeresek az informális egyeztetések. Ebben az ügyben is ez a kérdés, a Momentum egyeztetette Jurovával. Egyáltalán mondjuk a magyar országról kialakított képben mennyire van benne a Momentum keze, vagy a személyes együttműködése? Bocsánat, nem tudom, hogy miért próbáltok belelátni egy ilyen összeesküvés elméletet, árulkodást, hazaárulást mindenben. Itt volt egy konkrét kérdés, hogy ebben az ügyben a Momentum egyeztetette Jurovával. Nem egyeztetett Jurovával. Miért egyeztettünk volna azon, attól függetlenül, hogy ez a téma, bocsánat, a magyar jogállamiság, a felhatalmazási törvény, mert hogy erről volt most itt szó, erről volt utalás, ez napi szinten minden percben téma az Európai Bizottságban, az Európai Parlamentben, mindenhol. Az én munkám része, nem hogy különböző politikai aktorokkal egyeztetek. De hogy azért ezt visszautasítom, bár amúgy Vera Jurovát én egy nagyon kellemes, nagyon jó embernek tartom, de azért nem szoktam vele lefekvés előtt csacsogni arról, hogy na képzeld Vera, már megint mi történt Magyarországon. Amúgy hozzáteszem, hogy nem is kell, nincs rászorulva a biztos arra, hogy hát az én véleményemet és az én értelmezésemet olvassa, ugyanis ő, mint biztos, az információk birtokában van. Nem csak az én véleményemet kérdezheti meg, megkérdezheti a különböző civil szervezetek, kormányzati és különböző szervek, civil és mindenki másnak a véleményét is. És bocsánat, próbáljuk ezt így beállítani, hogy Vera Jurova betámadja Magyarországot, megtámadja. Ilyenkor miért felejtjük el, hogy von der Leyen is tesz hasonló kijelentéseket, a Néppárt maga, Tusk is tesz ilyen kijelentéseket. Bocsánat, rengeteg olyan kritika van, ami nem egyszerűen ideológiai, pártpolitikai szempontból jön, bármennyire próbálják ráhúzni ezt a köntöst erre a történetre. Nagyon sok keresztény, konzervatív, politikai képviselő erő ugyanezekkel a kritikákkal illető meg. Én azt gondolom, hogy el kéne inkább azon gondolkodni, miért van az, hogy az amúgy nagyon színes Európai Unió különböző politikai aktorai között van egy közös vélemény azzal kapcsolatban, hogy valami nagyon nem stimmel Magyarországon. És ez nem kéne annyi Guardiant meg Spiegelt olvasniuk. Egyébként meg a Liftben teljesen szerencsét, más mondanak. Szerencsétlen európai vezetőknek kimosta a média az agyát. Hát ez nagyon-nagyon-nagyon szomorú, hogyha csak ennyit látunk európai politikus társainkban, a különböző kormányzat képviselőibe, az Európai Bizottságba, hogy kimosta a média az agyát, miközben, bocsánat. Én végigcsináltam a hetes cikke előtti időszakot a parlamentben. Én rengeteg közel a képviselők harmadával leültem beszélni, rászántam az egész nyaramat. Minden beszélgetésnek az volt a konklúzió, hogy nézd, nem olvastam a riportot. De tudod, most van a jelöltállítás, mindjárt jönnek a 18-as választások, vagy a 19-es választások. És nagyon fogják nézni Európában, hogy ezek ellen a diktatórikus magyarok ellen én hogyan szavazok. Tehát gyakorlatilag ez egy politikai támadás volt, ami az Európai Parlamentben végbe ment. Mind jól tudjuk, hogy működik ott az a rendszer. A Sargentini és haverjai szépen megcsinálták ezt a jelentést, úgyhogy egyébként elcsolták a szavazatszámlálást. Bocsánat, erre amúgy nagyon kíváncsi vagyok, hogy Sargentini és haverjai hogyan érték el amúgy, hogy a Néppárt nagy része is megszavazta ezt a jelentést. Bocsánat, ezek szerint itt azért ekkora erőt látunk abban, hogy egy-egy képviselő ideológiailag megmérgezi belülről a politikus társait? Sajnos ez a probléma, hogy Európában olyan szintű liberális diktatúra van, főleg ami jön a médiából, hogy az a politikus, aki meri vállalni a saját véleményt, és nem csak a Liftben egyébként, és mondja nekünk, hogy de jó nektek, ti szabadon beszélhettek, őt ezért már kicsinálja otthon a közvéleménye. Sajnos egy ilyen világban élünk. Tetszik, nem tetszik, ez van. És sajnos tehát azok a konzervatív vezetők és politikusok, akik önökkel nem értenek egyet, azokat tudod, ideológiailag igen, megzsarolták. Tudod, mit csinálnak? Nem megzsarolják, egy olyan világot építettek ki maguk köré, sajnos a médiával asszisztálva, hogy sajnos nem tudják a saját véleményüket olyan bátran vállalni, mint ahogy egyébként hál' Istennek a magyar kormány megtett. Miniszterasszony elnézést, de ide vág. Nézeteknek is van itthon, hála Istennek, fogadó közönség. Bocsánat, ezeknek a kritikáknak semmi köze nincsen a konzervatív nézetekhez. Ezt ide hadd szúrjam be, tisztelt miniszterasszony. A Fidesz minden egykori európai szövetségese ma már vállalhatatlannak tartja a Fideszt. Nem gondolja, hogy ez ciki? Nem gondolom, én ezt, ahogy az előbb is, akkor nagyon szépen rávezettük magunkat erre a kérdésre. Én úgy gondolom, hogy a Néppártnak saját magában van gondja. Én végignéztem ezt a hanyatlást úgymond belülről, és csupán környezetvédelmi és klímapolitikai tanácsadóként, amikor a szavazólisták, ugye azt képviselőasszony látja, hogy milyen bonyolult szavazólisták vannak, és ugye már ott azon a rubrikán el kellett gondolkodnunk a Néppártban, hogy keresztény Európát, ezt a kifejezést használhatjuk-e, vagy a vallás elsődleges szerepét Európában, vagy a keresztény, zsidó-keresztény hagyományok elsődlegességét
X-et vállalhatjuk-e, mint néppárt, oda milyen X-et tegyünk, plusz-minuszt vagy free vote-ot, tehát hogy bárki szavaz, ahogy akar. Amikor a néppártnak ilyen alapvető kérdéseket kell feltenni saját magának, csak azért, mert belementek egy olyan liberális versenybe, hogy ki liberálisabb a liberálisabbnál, és nem mernek visszahúzni a saját gyökereikhez, akkor ott a Fidesz, aki mindig is ott volt, ahol most áll, és gyakorlatilag a világ megy egy nagyon-nagyon erős, progresszív, nagyon agresszív liberalizmus irányába. És sajnos Európának nem minden országában van olyan konzervatív erő, hogy képes lenne egyedül kormányozni. Mindig koalíciós kényszer van. Nem mondhat egy demokrácia. Ez nem demokrácia szerintem, itt kezd egy kicsit az, hogy az emberek Európában, Nyugat-Európában nem tudják azt elfogadni, hogy vannak 4 évente választások, és igenis van, amikor valaki egyszer csak többséget szerez. És egyébként itt is különbözőek a demokratikus hagyományok. Tehát ez nem abból kell kiindulni, hogy csak az tökéletes az, ami például Németországban, vagy Spanyolországban, vagy bárhol máshol létezik. Szerintem a néppárt egy nagyon erős, úgynevezett angolul megint csúnya bocsánat, leadership crisisban. Tehát nincs egy erős vezetése, nincs az, aki azt mondja, hogy ennél nem engedek tovább. Ez az én elvem, keresztény gyökerek és más nemzeti érdekek, amelyek abban az országban egy hagyományosan konzervatív pártnak az érdekei kellene, hogy legyenek, nem, belemennek abba, hogy rövid és középtávú politikai hasznok. Mit értünk, bocsánat, ez alatt egy erős keresztény gyökerek, keresztény ez egy, értékek. Ez egy konzervatív... Mi az... Nem erre utalok, hanem mit értünk ezzel, azt fejtsük ki, hogy mi az a keresztény konzervatív erős vonal, ami például mostani néppárti vezetésben nincsen meg. Szerintem nagyon nincsen meg, hiszen pontosan erről mit, szól ez mit a vita. Akar? Mit akar ez nem a jelző? Nem merik kimondani, hogy mi a véleménye a bevándorlásról, a családpolitikáról, mi a véleménye a vallásról, a hagyományról, Európa jövőjéről. Tehát itt olyan nagy világuk harca ettől zajlik éppen. Ettől lesz keresztény értékrend? Ettől lesz európai, ettől lesz az a kontinens a világok legjobbika, még 100 és 1000 év múlva is, hogyha ezt merjük vállalni. Ami most zajlik Európában, az egy liberális ideológiai zsarolás következménye, hogyha valaki a keresztény értékrendet a gyengék megsegítésére, a szolidaritás helyezi, mint keresztény értékrend, akkor az igazából egy ideológiai manipuláció eredménye, hogy nem azt érti keresztény konzervatív alatt, ami kitaszítja azt, aki vele nem ért egyet, aki a kisebbséget nem kezeli egy szinten, hanem máshogy értelmezi a keresztény értékrendet. Hogy mert nem tudom követni a gondolatmenetét. Én csak kíváncsi vagyok arra, hogy mit értünk keresztény értékrend alatt, mert amit nagy meldöngetéssel a Fidesz PDP magáról hirdet, hogy például az értékrendjében egyáltalán nem keresztény. Nem gondolkodom néppártként azon, hogy a keresztény Európa kifejezés az PCE vagy sem. És sajnos ez zajlik most Brüsszelben. És én ezt végignéztem. És szerintem itt a néppártnak saját magával, saját jövőképével van problémája, nem is nagyon a Fidesszel foglalatoskodnak. És ezt már egyébként a néppárt vezető is elmondják, hogy nem a Fidesszel van a probléma, hanem saját útkeresésükről szól, úgyhogy mi türelmesen megvárjuk, és addig jól el vagyunk. Egyébként én nem ezt olvastam a legutolsó közleményében, ami az EPP honlapján is megjelent a Tusknak. Én nem ezt olvastam, hogy itt igazából velük szerintem hagyjuk, mert van neki elég baja. Tehát én amikor úgy nyilatkozik ő, hogy nem is egyeztet a néppárt vezetőjével. Szerintem a Tusknak elég sok problémája van, én nem rúgdosnám. Ne nyissuk meg a Tusk topikot, és talán a keresztény konzervatív értékrendről is majd egy másik vita keretében fogjuk folytatni a diskurzust. Nagyon szépen köszönöm Varga Judit miniszterasszonynak és Donát Annának, a Momentum EP képviselőjének, hogy elfogadták a meghívásunkat, hogy részt vettek ebben a vitában. Köszönöm az itt jelenlévő közönségnek is, hogy ilyen türelmesen meghallgattak minket, és az online közvetítést nézőknek is, és hát folytatjuk természetesen majd a tranzit garázs vitákat, tartsanak velünk a következő alkalommal is. A viszontlátásra! Köszönöm szépen!